Február 28-án jár le az a határidő, amíg a gazdálkodók benyújthatják a kérelmüket az új mezőgazdasági krízisbiztosításra. A szolgáltatást növénytermesztők és állattenyésztők is igénybe vehetik. Így ez a biztosítás például pestisre, madárinfluenzára is kompenzációt nyújthat. Ezzel pedig a termelők olyan pénzügyi kockázatot tudnak kizárni, amivel képessé válnak hosszú távon tervezni, mondja Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. Ha valakinek egy 30%-os ingadozása van a bevételi oldalon, a jövedelembevételi oldalon, és erre kap egy 69,9%-os támogatást, és azt mondom, hogy 100 forintból elveszik 31 forintot, és akkor ha 69,9%-et visszakapja, akkor erre azt mondom, hogy ennél jobb biztosítást nem tudok mondani. Ez azt jelenti, hogy akkor jár ez az összeg, ha a gazdálkodó éves jövedelme rajta kívülálló okból több mint 30%-kal visszaesik a tárgyévet megelőző 3 év átlagos jövedelméhez képest. A kiesett összeg 70%-ig kompenzálható, de a tagdíj 120%-ánál nem lehet kevesebb. A kompenzáció összegét a krízisbiztosítási szerv, vagyis a magyar államkincstár határozza meg. Különböző esetekben fizetnek a termelőnek. Tőzsdei ingadozások, áraingadozások miatt, vagy adott évben esetlegesen mondjuk egy inputanyagnak az árának a megnövekedése, tehát a bekerülési költségek növekedésével, amivel nem számolt a gazda, erre ad egy védőhálat, tulajdonképpen ez a negyedik pillér. Tehát mondjuk, hogyha a tőzsdén nem tudja eladni a termékeit, vagy az áruingadozások olyan mértékben mennek, hogy nincsenek, akik felvásárolják akár a búzát, vagy akár a sertést, vagy egy betegség elviszi a sertésállományt, erre ad egy kompenzációt, egy védőhálat, ez a negyedik pillér. A gazdálkodó a rendszerhez önkéntes alapon, de legalább 3 évre csatlakozhat. Ha a termelő így dönt, akkor krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie földterülete és a csatlakozást megelőző évben tartott állatállománya alapján. Így például szántóföldi növénytermesztő gazdálkodónak hektáronként 3500 forintjába, burgonyát vagy éppen gombát termesztőnek pedig 9000 forintjába kerül ez a biztosítás.